Köszöntöm a kedves érdeklődő közönséget. A Budapesti Versklub jelentkezik, nevezetesen egy nagyon szép alkalomból, hogy a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük ismét. Nos, ez alkalomból egy nagyszerű költő évfordulójához kapcsolódik műsorunk, amivel mi ünnepeljük ezt a nagyon szép napot, a Magyar Kultúra Napját. Nemes Nagy Ágnes 100 esztendős lenne. Ez a kitűnő költő és ez a csodálatos ember, azt gondolom, hogy az ő emlékét és az ő műveit gyakrabban is kellene idéznünk, mint csak egy évforduló alkalmából, de hát ne legyünk telhetetlenek, nagyon jó, hogy most elővettük őt, és hát újra gyönyörködünk ezekbe az írásokba, versekbe, és gyönyörködünk abba az emberi magatartásba, amit ő képvisel. Azt gondolom, ez a mába nagyon hiányzik. Tartsanak velünk ebbe a néhány percbe, amibe Nemes Nagy Ágnesre emlékezünk. Megkértem a Budapesti Versklub kiváló tagját, dr. Dobosné Pecnyiki Bolyát, hogy egy beszélgetés keretében ismerkedjünk meg Nemes Nagy Ágnessel. Hogy érem el a nyíló rózsafát, mely szökőkútként dobja fel magát, és elevennek oly szép, mint az emlék. Ugye rögtön ebbe a szép kis szonetbe, amit Nemes Nagy Ágnes írt, és Parnassien szonet szigligeten, ugye bevezető alcímmel látja el. Nos, az alkotásnak rögtön egy fantasztikus, megfoghatatlan vonatkozását idézi fel, nevezetesen, hogy a világ szépségét, a világ működését hogy tudja a költő megfogalmazni. Te ezt a verset választottad magadnak, hogy ezt majd szívesen megosztanád, ezt az élményt a publikummal. Magyar tanárként megvettem egy kötetét, a Szőke Bikfa című verselemzéseket tartalmazó kötetről van szó, és ezt ugye tudtam alkalmazni a tanításaim során. Egyébként pedig a Szép Versek című könyvsorozatban olvastam verseit. A legelső vers, amivel találkoztam, a Tanulni kell című, amelyet egy irodalmi műsorunkban adtunk elő. Ezt a verset különben majd a műsor során meg is igen, hallgatjuk. Halljuk, igen, a fák testvére tulajdonképpen. A szikár, kemény, komoly költőnő nagyon jó humorral is rendelkezett. Zigligeten írók csoportja gyakran összejött és úgynevezett aktivitit játszott. Ezzel töltötték az időt agytornagyanánt, és egyszer Arany János Toldia volt a feladvány. Nemes Nagy Ágnes felpattant, négy kézlábra téldelt, és eljátszotta, megelevenítette a Tikka Szöcske Nyáj egy szereplőjét. Mindenki meghökkenésére. No, és akkor beugrott ez a költemény. Nemes Nagy Ágnes saját maga vallotta önmagáról, illetve életművéről, hogy költő, esszéíró, tanár, a gyermekeket szerető és a fiatalokkal foglalkozó egyén. Tehát ezt ő maga így fogalmazta meg. Megfogalmazta természetesen több mondatban az árszpoétikáját is. A lényeg a tisztaság és az értelem. Ugye annak idején én úgy tanítottam, hogy Petőfi Sándornak árszpoétikája a szabadság szerelem, József Attilának a szellem és a szerelem, Ady Endrének a politika és a szerelem, és íme Nemes Nagy Ágnesnek a tisztaság s az értelem, vagyis az erkölcs és az ész. Nemes Nagy Ágnes nagyon okos volt, rengeteget olvasott, tudományokban otthon érezte magát, filozófiában, esztétikában, művészetekben, mindenütt. Már gimnazista korában falta a könyveket, kedvenc írója volt Mikszáth Kálmán és Jókai Mór, de érdekes, hogy a krimit is szerette, például Agatha Christie-t olvasott. A nyugatosok iránt vonzódott, a Nyugat és a Magyar Csillag folyóiratok egyetemista korában kerültek közel szívéhez, és hát ő maga vallotta művészetéről, hogy számára a művészet örömszerzés. A költészet késleltetett gyógyszer, később hat, mint gondolnánk, de maradandóbban. Életművének három nagy
kulcspontja van, ha így nevezhetnénk, a költészet, ezen belül a gyermekirodalom, az esszéirodalom és a műfordítások. Ugye férje Lengyel Balázs író kritikus volt, akivel 46-ban megteremtették az Újhold című folyóiratot, irodalmi folyóiratként, amelyben a magukat negyedik, nyugat negyedik nemzedékének valló írók, költők csatlakoztak, például Pilinszky János, Mándi Iván, Somjó György, Szabó Magda, és sorolhatnánk. Sajnos csak 2 évig élt ez a folyóirat, de meghatározó szellemi műhely volt. Viszont majdnem, vagy jó 40 évvel később, 80-as évek közepén újra visszatértek ehhez az Újhold eszméhez, és Újhold emlékkönyv címen elindították. Egészen Nemes Nagy Ágnes 1991-ben bekövetkezett haláláig. Maga ez az életmű, ez mennyire érzed, hogy él ma, vagy mi az, aminek érdemes volna, ami külön is érdemes felhívni a figyelmet? Igen, Nemes Nagy Ágnest olvasni nekem legalább ugyanúgy gondot okozott, mint Pilinszky János. Jók ezek a centenáriumok, mert akkor az ember a nem könnyű költészetbe is jobban beleássa magát. Velem is így történt. Nemes Nagy Ágnes ugyanis nem könnyű olvasmány. Ezt ő maga is elismeri, és szinte filológiai magyarázatokat ad a költészetéhez. Modern költő. A modernsége viszont rettenetesen tárgyas. Tehát úgy mondhatnánk ezt, hogy érzelemmentes. Ami nem egészen így van, mert a tárgyassága mögött is azért ott van az érzelmesség, csak ő soha nem szeretett csillogni, mint mondotta, ő izzari szeretne. Nem is szerette mutogatni magát, önmagáról sem szeretett beszélni, a szépségét nem örömmel hallgatta, ha emlegették. Költőnek tartotta magát, és nem szerette, ha költő nőként emlegették. Szerintem, én ezt soha nem olvastam róla sehol, de szerintem tudatos költő volt. Épp úgy, mint Arany János, Poéta Doktusz. Nem véletlen Babits Mihály a példaképe, akitől nagyon sokat tanult, és egy érdekesség, egyetemista korában tanára nagy meglepetésére Babits Mihály ifjúkori költészetéből óhajtott szakdolgozatot és disszertációt írni. A tanár ezen nagyon meghökkent, de rá bólintott. Úgyhogy Babits és Nemes Nagy Ágnes kapcsolata nagyon korai, és végig tart élete végéig. Hát igen, említi is, hogy Babitsot idézi egy interjúban, amikor ugye arról beszél, hogy a Babits fölemelt újjal mondta, hogy a költő az mindig tartsa meg a maga hitét, a maga erkölcsi minőségét, és hogy hát közben meg figyelmeztetett arra bennünket, hogy jól is kell írni. Úgyhogy azt gondolom, Nemes Nagy Ágnes ezt a ítelmet megfogadta, csodálatosan írt. És akkor kérlek, hallgassuk most meg, amit te választottál magadnak, és ami apropót adott ennek a kis bevezető beszélgetésnek, ezt a Rózsafa című szép kis verset. Nemes Nagy Ágnes, Rózsafa. Parnassien szonett, Szigligeten. Kimondhatatlan vágyom azt a percet, amelyben élek, s el nem érhetem. Idő, idő, szüntelen benne reszket a gyönyörűség és a félelem. A szem fölmagzott hosszú fűbe gázol, egy mécsvirág, egy csíkos kerti szék, gáliszkék szőlők, nádas pincegádor, egy völgykebel, a tó s az ég. Hogy érem el? Hisz úgy is képtelenség, hogy ott száll az egzotikus jelenlét, a lepkeföld a létlen űrön át. Hogy érem el a nyíló rózsafát, mely szökőkútként dobja fel magát, és elevennek oly szép, mint az emlék. A következőkben a övre a legszebb verseiből válogattunk, úgy, hogy a Budapesti Versklub tagjai maguk a kedvenc anyagokat, a kedvenc verseket megtanulták, és most nagy szeretettel adják közre
Úgyhogy akkor hallgassuk ezeket a nagyon szép, nagyon mély, nagyon izgalmas verseket. Nemes Nagy Ágnes, tanulni kell. Tanulni kell a téli fákat, ahogyan talpig zuzmarásak. Tanulni kell a nyári felhőt, a lobbanásnyi égi erdőt. Tanulni kell mézet, diót, jegenyefát és űrhajót, a hétfőt, keddet, pénteket, a szavakat, mert édesek. Tanulni kell magyarul és világul, tanulni kell mindent, ami kitárul, ami világít, ami jel. Tanulni kell, szeretni kell. Január. Hová jutottam? Nem tudom. Szeretni, nem szeretni, vétek. Ha volna még akáclevél, azon számlálnám érverésed. A magamét is számolom, a csontok közti fél sötétet fél éjszakán átszaggatom. Ha volna még akáclevél, felelni tudna értem. Érted? Egy alvat vér a melkasom. Hogy füstölgött az a folyó? Hogy füstölgött a téli alkonyatban? Érzett az alvilági hő, még átsütött a föld alatti katlan, melyből zuhogva hult elő a zúzmarás fehér sötétben egy sor fekete nád, s a gyéren hófoltos, néma, sík mező. Hogy füstölögne itt a vérem, az alvilágból felszökő? Hogy füstölögne a fél sötétben? Hosszabbodik a nap az évben, ez szült, téli napforduló. Most kéne újra megszületni, mint egy folyó. Vagy a sötét, magánvaló természet odvaiba halva, hol nem nő már akáclevél, inkább letérdelek a partra, s a sűrű, alvilági vízzel, még gyéren száldogál a hó, keresztet rajzolok magamra. Ez a nagyon szép, most hallott vers a januárt, egy nagy életprogramot áttekintő és annak a nehézségeit felvillantó vers után. Olyan versek következnek, amelyek a filozófus, a mélyen gondolkodó Nemes Nagy Ágnesről vallanak, most ebből hallanak egy csokrot. Alázat. Fáraszt, hogy mégis hiába ömölt fejemre a perclágy szirupos árja. Koponyám kerekfanyar gyümölcs. Magányom mégis csonthéjába zárja. Kemény vagyok, és omló por vagyok. Nem olvadok, és nem köt semmi sem. Ketten vagyunk, mikor magam vagyok. A lelkem szikla, a testem végtelen. De mégis fáraszt. Indulnék tovább, Egyiptomba fürödni vagy gyereknek. Csak már az emlék, vagy valami más,
fogyó türelmem alján felderengtek. S míg ülök hűs hajnali ágyamon, szemem alját kéklepi a házat, belenyugodni lassan bágyadón, majd megtanít a virradó alázat. Eknáton jegyzeteiből. Valamit mégis kéne tennem, valamit a gyötrelem ellen. Egy istent kellene csinálnom, ki üljön fent és látva lásson. A vágy már nem elég, nekem betonból kell az ég. Hát lépj vállamra, Istenem, én fölsegítlek. Trónra bukva, támaszkodj majd néhány kerubra, és fölruházlak én, ne félj, ne lásson mesztelen az éj. A szenvedést kapcsold nyakadra, mintha kerek vércsík fakadna, s az legyen langyos köpenyed, szerettem növényeidet. S helyezd el ékszeres szívedben, hogy igazságra törekedtem. Ennyi, elég is, mondd ki, jó itt, és tedd hatalmas funkcióid, csak ülj és nézz örökkön át, már nem halaszthatlak tovább. Istenről. Hiánybetegségeink legnagyobbika. Lásd be, Uram, így nem lehet. Így nem lehet teremteni. Ilyen tojáshéj földet helyezni az űrbe, ilyen tojáshéj életet a földre, és abba felfoghatatlan büntetésként tudatot. Ez túl kevés. Ez túl sok. Ez mértéktévesztés, Uram. Miért kívánod, hogy két tenyérrel átfogható gyerekjáték koponyánkba egy univerzumot gyömöszöljünk? Vagy úgy teszel velünk, mint a tölgymakjával, amelybe egy teljes tölgyfát gyömöszöltél? Nem bánnék soha úgy a kutyámmal, mint te velem. Léted nem tudományos, hanem erkölcsi képtelenség. Ilyen világ teremtőjeként létedet feltételezni. Blaszfémia. Legalább ne tettél volna annyi csalogatót a csapdába. Ne csináltál volna felhőt, hálát, aranyfejet az őszi akácnak. Ne ismernénk a vékony, zöldes, édes-édes ízt, a létét. Irtózatos a te édes lépvesződ, Uram. Tudod te, milyen a vércukorszint süllyedése? Tudod te, milyen a leukoplákia halvány kicsiny foltja növőben? Tudod te, milyen a félelem, a testi kín, a becstelenség? Tudod-e, hány wattos fényerővel tündöklik a gyilkos? Úsztál folyóban? Ettél citromalmát? Fogtál-e körzőt, téglát, cédulát? Van körmöd. Élő fára vésni vélek krikszkrakszokat, hámló platánra, még megy odafönt. Megy, megy a délután. Van odaföntöd? Van neked fölötted? Egy szót se szóltam. Nemes Nagy Ágnes, hit.
Én attól élek, hogy hiszek. De hogy miben, azt nem tudom. Támolygok csak a mély úton, fölöttem keskeny égszelet, agyakkölönc a lábamon, és szüntelen csodálkozom, hogy még megyek, hogy még lehet, s ha végleg megfogyatkozok a hitben, akkor elbukom. Kiáltva. Irgalmaz Istenem! Én nem hiszek te benned, csak nincs kivel szót váltanom. És lám, már is megadod azt a végső kegyelmet, hogy legalább imádkozom. Bűnöm csak egy, de nagy. A gők fogai rágnak. És most porigaláztatom. Hörgök, vonagolok, mint egy nyomorú állat. Kínomban a port harapom. Életem vékonyul, gyökere félbe metszve. Virágotán nem nyit soha. Irgalmaz Istenem, húsvét vasárnap este. Hisz él az embernek fia. Itt megaláztatás, ott szorongattatások, kín és életveszedelem. Ne hagyd el sok papot hitetlen unokáját, ne hagyd el nyomorult fejem. Bűn. Kit megbüntettek bűntelen, elhagyja azt az értelem, mint egy vakablakot. De érdemelte több napot. Bűntelen, aki élt. Az ásványok ártatlanok, s ártatlan a herélt. S kin égett egy égbolt nyiláng, az lesz a legvakabb szilánk, s még azt se tudja, miért. A gyönyörű, súlyos gondolatokat megfogalmazó versek után most hasonlóan tulajdonképpen filozófiai sziporkák, talán így is lehetne nevezni a következő verseket, amelyek Nemes Nagy Ágnes villódzó gondolatiságáról, illetve játékosságáról adnak hírt. Napló. Részletek. Ész. Belátom. Nincsen rá okom, de mégiscsak gondolkodom. S mert illik rá fitymálva néznem, esztelenül bízom az észben. Bosszú. Ki nem tud bosszút állani, és megbocsátani se végképp, az örökmécsként égeti olthatatlan keserűségét. Sicitur ad astra. Ezekhez képest szent vagyok. Nem érhet semmi vád. Még lassan istenné leszek, ha így tart a világ. Július 1. Fény, fény, napfoltok, illatozó színek. Szívem helyén, ahogy illik, virág. Még ez egyszer mindent megbocsátok, de ezután már javulj meg, világ.
Bor, bor, te édes, kövér és piros. Úristen, mióta tudja elménk, hogy veled élni jobb a szerelemnél, hogy kortyod mindig új életre mos. Csak nem merünk. Még visszatart, hogy józan hullának lenni illendőbb a korhoz, mint eleven bolondnak, ki rikoltoz és gáttalan vizel az utcaporban. Hóesés. Esik a hó nagy csomókban. Veréb mászkál lent a hóban. Veréb. Elment az eszed. A hóesés betemet. Nem is ugrálsz, araszolsz. Hóesésben vacakolsz. Felfújtad a tolladat, ázott pamut gombolyag. Mi kell neked? Fatető? Fatető? Deszka madáretető? Lila fecske. Piros dróton ült a fecske. Piros dróton lila folt, mert a fecske lila volt. Ült a dróton egymagában, ibolya szín kis kabátban, lila volt a háta, szárnya, földre hullott lila árnya. Gyufa vékony lila lábon áldogált a piros ágon. Lila volt a szeme csíkja, lila, mint a lila tinta. Április volt, jött az este, meg se mozdult az a fecske. Április volt, április, én hagytam ott végül is. Lila csőr, lila toll, most is ott ül. Valahol. És végül a nagy toposz, a szerelem következik. Két gyönyörű vers reprezentálja Nemes Nagy Ágnes szerelmi költészetét, és a végén egy másik szerelem, magához a mesterséghez fűződő szerelméről néhány gyönyörű sor. Ezekkel búcsúzunk kedves nézőinktől, köszönjük figyelmüket. Viszontlátásra a következő hasonló összeállításban. Nemes Nagy Ágnes, dal. Szeretnék már szeretni, hogy lényed megtanuljam. Én lennék a kis ujjad, és mondanád, kis ujjam. Szeretnék nem szeretni, mint macska heverészni, magam sétálni menni, és hogy merre, meg sem nézni. Félelem. Szeretlek. Nincs rá szó, nincs mozdulat. A félelemtől görcsösen szeretlek. Elsorolom, hányféle iszonyat vár rám és rád, már arcunkba merednek. Csak sorolom, csak számolom naponta. Hörögtető álomból riadok, készülődöm még iszonyúbb koromra. Sémogatom, sovány, meleg karod. Ként söröztünk az akvinkumi kertben. Réteges emlék, gyenge őszi ég. Elmotyogtam egy gyerekkori versem. Sárgult a lomb, de nem hullott le még. Sárgul a lomb, és minden perc utolsó. Illír táncosnő köldökét riszálja, a gyom között latin szabású korsó, biciklit hirdet egy két méternyi tábla. Langyos a lég, a füst is tündököl.
a vonaton szőlőszagú kosár, a sűrű illat hajunkra ömöl, csordultig érett és szétbudjant a nyár. 7 éve szeretlek, szerelmem. Fordíts egyet a göncöl szekeren, szólj a világnak, mondd, hogy lehetetlen, s maradj velem. Mesterségemhez. Mesterségem, te gyönyörű, ki elhiteted, fontos élnem, erkölcs és rémület között, egyszerre fényben, s vaksötétben. Erkölcs és rémület között, vagy erkölcstelen rémületben, mesterségem, mégis te vagy, ki méred, ami mérhetetlen.